25 évvel ezelőtt Romániában az első civil szervezetek között jegyezték be a Hargita megyei mozgássérültek szervezetét. Az alapítók a 90-es évek elején újsághirdetést adtak fel, melynek nyomán több mint 1000 tag csatlakozott az Érdekvédelmi Szövetséghez. Hát előre is az ezelőtt 25 évvel úgy volt, hogy Csaba megkeresett engem, és kopogtatott az ajtón pontosabban, belépett, és azt mondja, hogy ott Fikó Csaba vagyok, és szeretnénk egy szervezetet alapítani. Nem értettem, mit akar, mert akkoriban MUT rendszerben nem nagyon voltak ilyen szervezetek. És mondom, én miért? Leültünk, kezdtünk beszélgetni róla, azt mondja, ő se tudja mi az, csak egyszer csináljunk egy hirdetést, hogy ott igenis induljon el ez. Meg is hirdettük, akkoriban a telefon csak nagyon ritkán volt, és a telefonszámot megadtuk, és 4 hónap alatt 1100-valahányan összegyűltünk. Hát úgy volt, hogy 24 órából 16 órát az előszobában voltam, ahol a telefon volt, hogy ottan jegyezzek, és kapcsolatot teremtsünk. Akkor jöttem rá, hogy ott igenis mennyi mozgássérült, fizikai mozgássérültek vannak, és akkor tovább léptünk egy székhelyet, és köszönhetjük ezt egy László Pál akkori polgármesternek, sajnos most nincs közöttünk, és ő akkor biztosított egy székhelyet. Lenne a Gál Sándor utcába, ottan kaptunk egy lakást, egy ilyen, mit tudom, államosított lakást, és ottan elindítottuk a szervezetet. Hát nagyon sok szép élményünk voltak, a pontosságunk, a hozzáállásunk, az a nyugati segítők előtt is beszélt. Nagyon sok segítő, éppen itten van egyik segítőnk is, első segítőnk, Józsefnek hívták. Ő keresett meg előre, melyik azt mondja, hogy mit is tudna segíteni. A pontos kimutatás, a pontos könyvelés, ez nagyon sokat bizonyított nekünk. Akkor kezdtük a szervezetet összeszedni. Tényleg Évike, melyik ő bankfalvi születésű, lementünk, vittünk neki csomagot, és egy olyan kellemes meglepetésben voltunk. Beléptünk az ajtón, mondtuk, hogy kik vagyunk. Évika a sarokba, úgy lehet érteni, a sarokba volt, és mondtuk, hogy hol a mozgássérült, mutattak rá, el is emelt jönni a sarokból. Kijöttünk, átadtuk a csomagot, kijöttünk, Csabinak mondom, na Csabi, én úgy látom, hogy ő lesz a ménk, a titkárnőnk. És azt mondja, hogy ott, Jocó, hát, de ő lesz, mondom, hidd el, hogy ő lesz. Eljöttünk, próbáltunk kapcsolatot teremteni velük, kijöttünk, ő nemhogy telefont felvenni nem mert, előre úgy indult, és higgyék el, hogy ott mit tudom, egy fél éven belül annyira megtanult olyan pontos munkát, hogy még most is azt végzi ezt a szervezet titkárnői tevékenységét, és nagyon becsületes tisztességgel is. És az még nem elég, hanem úgy abból az állapotból most megért az, hogy kocsit vezet, és élettársal él együtt. Ez egy szenzációs nagy dolog. Ez volt a mi érdemünk, amiben én azt mondom, hogy nekem is részem volt. A Hargita megyei mozgássérültek szervezete számomra egy életforma, egy állandó szolgálat a közösségért, és egy állandó ajándék, mert mindig meg tudnak lepni olyan dolgokkal, ami gazdagabbá tesz, bölcsebbé tesz, és ezáltal hatékonyabb tudok lenni. Böjte Csaba, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője köszöntötte a 25. születésnapra összegyűlteket a Csíksomlyói Otthon rendezvénycsűrében. Az alapítvány rendszeres támogatója, partnere a mozgássérültek szervezetének. Az ünnepségre verssel is készültek a szervezet tagjai. A felszólalók számára a szervezet nem csak egy erős közösséget jelent, de sokuknak munkát ad, továbbképzési lehetőséget nyújt, szabadidős tevékenységet biztosít.
nagyon sokat jelent számomra az, hogy megismerhettem a mozgássérült szervezetet. Ahogy mondtam, ez volt az elindulásomnak az egyik lehetőséget adó helye, mondjam így. Tehát azt, amit én nem láttam már megoldhatónak, ők pont ebbe tudtak bátorítani, hogy ne adjam fel, nem kell a négy fal közt maradni, vannak lehetőségek. Hát ahogy Csabi is mondta, varrással kezdtem el, amit nagyon szégyeltem férfi létemre, amikor valakit dobtam el az ágy mellé, és dicsőség legyen Istennek ezért, és tényleg sokat köszönhetek Csabiéknak, hogy mindig ösztönöztek, bátorítottak, hogy ez egy lehetőség, és tudom, hogy így van, mert főleg a téli nehéz napokban, amikor nem tudunk kijönni a szobából a négy fal közül, akkor ez ad egy elfoglaltságot. Tehát nem érezzük magunkat annyira, sokszor úgy szoktam mondani, hogy úgy érzem, hogy nem is létezem, hogyha nem teszek valamit, és ebbe tudtak ők nagyon erősíteni, bátorítani. Van egy másik oldala is az életemnek, ami a lelki oldalába segített nagyon sokat. Ők inkább a HIFA, a vásárhelyi HIFA szervezet, a fraternitás, de én nagyon hálás vagyok Csabiéknak, Fikónak is, Józsának is, Évának is, mindenkinek, hogy megismerhettem őket, és ezáltal bátorítást, ösztönzést kaphattam arra, hogy ne adjam föl. A Hargita megyei mozgássérült szervezet egy összetartást, egy találkozást, egy nem is tudom, hogy fejezzen ki most hirtelen, egy ilyen baráti szeretet, ahol egymást nem szégyeljük, ezt is kihangsúlyoznám, mert biza benne van az, hogy egy kicsit olyanok vannak, hogyha meglátnak minket kerekesszékbe, azt gondolják, hogy jaj, szegény, ezt a szót mi, ezt kihúznánk az életünkből. Mert azt mondtuk, nálunknál gazdagabb nincsen. Nálunk a szavak, a tettek, amit tudunk, tehát olyan, mint egy mese a mi életünk. Csak ezt meg kell valósítani, hányan vagyunk, annyiféle. Tehát mi mozgássérültek sokfélék vagyunk, sokszínűek vagyunk, tehát nem úgy kell érteni, hogy kétszínűek. Mindenki a maga körébe, de mi ez az összejövetelek, mikor vannak, akkor tudjuk, és itt érezzük együtt egymást itthon. Minden számomra igazából, hiszen az életemnek nagy része ott történik. Ott dolgozom, ott szórakozom, hozzájuk van kötve mindenféle szinten az életem, és úgy gondolom, hogy számomra nagyon fontos volt az utóbbi 14 januárt ott vagyok, hiszen nekik köszönhetem, hogy az vagyok, aki mai nap itt lehet, és itt lehetek. A Hargita megyei mozgássérültek szervezetének ma több mint 2500 tagja van. Az általa működtetett gyertyaöntő, varrodai és archiváló műhelyekben sok mozgásában korlátozott ember dolgozik, de segítenek tagjaiknak különböző eszközökkel, képzésekkel, vagy akár ingyenes szállítással is. Legújabb programjukban a hajtási engedély megszerzésében segítik tagjaikat. A szervezet legnagyobb álma egy saját épület, ahol lehetőség lenne állandó tevékenységek lebonyolítására. Kialakíthatnának egy olyan helyet, ahová bármikor betérhetne a közösségre vágyó mozgássérült.